Jó estét kívánok, kedves nézőink! A Makói Városi Televízió 18 órai csütörtök esti híradóját látják. Köszöntöm Önöket, jöjjenek legfontosabb híreink! A zöld energia jövő, de stratégiai ágazat marad a turizmus is. Hatalmas előrelépést jelentett a Honvéd projekt. 4 millió forintot nyert a József Attila Városi Könyvtár és Múzeum az NKA-tól. A kormány látja azokat a kitörési pontokat Magyarország számára, amelyekben komoly gazdasági növekedést lehet elérni, mondta el televíziónknak György László kormánybiztos. Ezek közül az egyik a zöld energia, ám Makó számára jó hír, hogy a turizmus támogatása is előtérben marad. 2022-ben a makói Váker Kft. Cégvezetője, Farkas Iva Erzsébet polgármester és György László államtitkár közösen tették le a vállalat új csarnokának alapkövét. György László tegnap kormánybiztosként látogatott vissza Makóra. Mint megtudtuk tőle, nem lepte meg a Váker Kft. Sikere, hiszen előrelátóan gondolkodnak és fejlesztenek. Folyamatosan tudja növelni az árbevételét, tudja növelni a foglalkoztatottak számát, és tudja a béreket is bővíteni. És mintaértékű, ahogyan a Váker gondolkodik, és számomra különösen jó érzés, hogy egy nagyobb pici részem lehetett ebben, azzal, hogy a magyar multi programból kaptak, mint leendő magyar multi támogatást arra, hogy a céljaikat megvalósítsák. A gazdaság stratégiai feladatokban való szakmai közreműködésért és a Tanítsunk Magyarországért program koordinációjának ellátásáért felelős kormánybiztos Farkas Éva Erzsébet polgármesterrel közösen makói vállalkozókkal is találkozott a Korona Konferencia Központban. Arról beszéltünk, hogy bizonyos kitörési pontok mentén meg tudjuk határozni Magyarország előttünk álló 15-20 évének a gazdasági pályáját. Arról beszéltünk, hogy Magyarország találkozási pont a világban. Itt találkozik a keleti high-tech és a nyugati high-tech, és arról beszéltünk, hogy a magyar vállalkozásokat pedig az egyetemeinken keresztül és a szakképzésünkön keresztül rákapcsoljuk ezekre a globális értékláncokra, amelyek Magyarországon találkoznak. György László hozzátette, a zöld energia a magyar gazdaság jövője, ám emellett a kormány továbbra is stratégiai ágazatként tekint a turizmus fejlesztésére. Az elmúlt években mintegy 1 milliárd forintból sikerült fejleszteni Makó legelmaradottabb városrészét. Ennek a projektnek a megkoronázása volt a Sánta Sándor Művelődési Ház átadása, hangsúlyozta Varga Ferenc alpolgármester televíziónknak a Hét Híre című műsorában. A hármas számú választókörzet képviselője emellett beszámolt a nemrég tartott fogadóóráján felmerülő kérdésekről is. Október 31-én vehették birtokba a makóiak a város legújabb közösségi házát, amely gyorsan megtelt élettel. Az épület Makó rendszerváltó polgármesteréről és későbbi önkormányzati képviselőjéről kapta a nevét. Varga Ferenctől megtudtuk, szerettek volna ezzel is méltó emléket állítani neki. Sánta Sándor indította el ezt az egész projektet, az egész beruházást, ő szorgalmazta. Mindig szívén viselte, úgy gondolom, az ottani lakosoknak a életét, az életminőségét mindenben segített, úgyhogy mégiscsak szerintem ez egy méltó lezárása volt az ő munkásságának. Azt tudom mondani, sőt én ezt merem kijelenteni, hogy szerintem azért ebbe a városba ő tette legtöbbet azért, hogy ez a városrészt próbáljuk fölzárkóztatni. Én úgy gondolom, hogy nagyon jó munkát végzett, úgyhogy én már csak, ha lehet így mondani, a befejezésére érkeztem, és az utolsó pillanatokban tudtam ebben részt venni, de úgy gondolom, hogy ez egy nagyon szép életút volt, és ez egy méltó befejezése volt, hogy az ő nevét kapott ez a Honvéd Közösségi Ház. A városrész fejlesztésének fontos eleme volt az itt lévő önkormányzati lakások felújítása is. Ezek közül 14-et hoztak rendbe, egy pedig újonnan épült a közösségi ház mellé. A megújult lakásokat hátrányos helyzetű családoknak és időseknek adta ki az önkormányzat, hangsúlyozta az alpolgármester. Van, ahol idősebbek lakják, valahol családosok lakják, van, ahol ketten laknak benne egy idős házaspár, valahol fiatalok több gyermekkel. Nyilván igyekszünk olyan családoknak lakhatást biztosítani, illetve segíteni nekik
a mindennapokba, ahol nagyon sok gyermeket nevelnek, ezzel is hozzájárulva a mindennapok könnyítéséhez. A hármas számú választókerület önkormányzati képviselője nemrég a József Attila Városi Könyvtárban fogadóórát is tartott Farkas Éva Erzsébet polgármesterrel közösen. Ezen elsősorban szociális kérdések merültek fel, tudtuk meg tőle, ám Varga Ferenc beszámolt arról is, hogy sajnos az illegális szemetelés is jelentős problémát okoz a körzetében. Az alpolgármesterrel készült teljes interjút a jövő hét keddi 7 híre műsorunkban lehet majd megtekinteni. Hulladékból kreatív módon szobrokat is készítettek a Jújus diákok. A természettudományos nap keretében továbbá totó tesztet is kitöltöttek a fiatalok, valamint előadásokon is részt vehettek, így a fenntarthatóság témakörét járták körbe. A Juhász Gyula Református Gimnázium Technikumi Szakképzőiskola már hosszú évek óta szervez a diákjainak természettudományos napot. Az idei évben a fenntarthatóságot vették górcső alá. Mint megtudtuk, a jeles napra való felkészülés már jóval korábban megkezdődött. Érdekes és kreatív feladatok vártak a tanulókra, emelte ki televíziónknak a Szódini Pernye Szilvia igazgató. Szemétből például szobrokat kellett nekik készíteni, és ebből majd egy nagyon szép kiállítást láthatunk. Fotókiállítás is meghirdetésre került a környezettudatos magatartás jegyében. Egy totó és tesztírásra kerül sor a mai nap folyamán, ez már el is kezdődött. Ruha gyűjtési akciót is szerveztünk, ezt minden évben kettőször szerveztük meg. Most az ősz folyamán, illetőleg tavasszal lesz egy ilyen akciónk, és egy 5 perces kis videófilmet kellett osztályonként a tanulóknak készíteni, szintén a fenntarthatóság a környezettudatos magatartás jegyében. Hozzátette, az osztályfőnökök és a résztvevők felé is nagy köszönettel tartozik, mert napok óta készülnek a jeles alkalomra, hogy az sikeresen valósuljon meg. Pajerik Mónika, matematika-informatika szakos tanár is kreatív ruhában érkezett a napra, és diákja is csatlakoztak hozzá. Volt egy hasonló pár évvel ezelőtt, akkor éppen tujákat tettünk a ruhára, és akkor innen jött az ötlet, hogy akkor most nem tuját, hanem dolgozatokat, hogy éppen honnan pattant ki, az fogalmam sincs, egyszer csak megszületett ez az ötlet. És hát így elég gyorsan, egyszerűen össze lehetett rakni, mert hát azért dolgozat az van mindig bőven, és hát én úgy gondoltam, hogy akkor ebbe leszek egész nap, mert hogy ez nekem nagyon tetszik, a gyerekeknek is nagyon nagy tetszést aratott, úgyhogy remélem, hogy majd a zsűrinek is tetszeni fog. Egyébként azt azért még elárulom, hogy a termünkben készülnek még hasonló ruhák, a lányokat rábeszéltem, hogy akkor ne csak én legyek ebbe, vagy ilyen típusú ruhába, hanem ők is. Őnáluk majd nylonzacskó lesz, meg újságpapír. A fiatalok számára is mindig csapatkovácsoló esemény a természettudományos nap. Mohácsi László megosztotta, hogy osztályával mivel készültek. Újrahasznosított fémpalackokból készítettünk szobrot. Ez a szobor, mivel hogy rendészeti osztály vagyunk, ezért egy fegyvert ábrázol, illetve készültünk hát egy verssel is, ami meg van zenésítve. Ezt is elő fogjuk adni, illetve a mai napon különböző feladatokat kell még végrehajtani. Továbbá előadásokon a fenntarthatóságot járták körbe a jelenlévők. A nap zárásaként pedig eldőlt, hogy melyik osztály teljesített a legjobban. A dobogós helyezettek értékes jutalomban részesültek. Összesen 4.100.000 forintot nyert a József Attila Városi Könyvtár és Múzeum a Nemzeti Kulturális Alaptól. 6 pályázatot nyújtottak be. Az érkező támogatást gyűjteménygyarapításra, restaurálásra, könyvmegjelenésre, valamint kulturális programok lebonyolítására fordítják majd. Az idén csak ősszel írta ki pályázati lehetőségeit a Nemzeti Kulturális Alap, így már nagyon várták, hogy beadhassák projekt terveiket a József Attila Múzeum és könyvtár munkatársai. 6 pályázatot nyújtottak be, és nemrégiben érkezett a döntés, hogy mindent támogatni kíván az alap. Szikszai Zsuzsanna elmondta, 2015 óta folyamatosan pályáznak, és körülbelül eddig 150 darabot nyújtottak be, melynek legtöbbje meg is valósult. A múzeumok kollégiumához 4 pályázattal indultak. 6. alkalommal szeretnék kiadni évkönyvüket, illetve
készülnek a mindig nagy népszerűségnek örvendő néprajzkutató konferenciájára. Gyarapítani szeretnék a dr. Diószilágyi Sámuel hagyatékát, és egyeztetve a családdal bútorokat, eszközöket és levelezéseket vásárolnának meg, ezzel kibővítve a már meglévő tárlatot. A negyedik pályázatunk, amit ide a múzeumok kollégiumához benyújtottunk, az egy ipartestületi zászló, ami 19. század végén készült. Ez egy nagy alakú zászló, ha lehet azt a szót használni, hogy cafatokban, darabokban van most ez a zászló. Ezt a restaurátor össze fogja illeszteni, és minthogyha új lenne, úgy fogjuk a közönség, nagy közönség elé tárni. A könyvtárak és levéltárak kollégiumához pedig egy olvasótáborral pályáztak. Üveghegyen innen és túl ez a címe, hát természetesen a népmesékkel fogunk foglalkozni a nyáron. Az olvasótáboraink, mint minden nyári táborunk, nagyon népszerű, és hát természetesen az olvasásra nevelünk különböző formákban, és el kell, hogy mondjam, hogy a könyvtárban dolgozó gyermekkönyvtárosok, illetve szakkönyvtárosok magas színvonalon végzik a munkájukat, és mindig olyan kreatívak és fantasztikus dolgokat találnak ki, úgyhogy a nyári táborunk, az olvasó táborunk megléte már biztosítva van. A könyvkiadás kollégiuma támogatásában jelenhet meg Szikszei Zsuzsanna, a Keresztfához megyek második kiadványa, amely a Kápolnák Kálváriák a Maros mentén címet viseli majd. Csütörtöktől vasárnapig a szomszédos országok hagyományos ételeiből válogathatnak a Hagymatikumba látogatók. A gasztrofalatok mellett a kézműves sörök és a jó zene sem fog hiányozni. A Hagymatikum feldíszítve már ünneplőbe öltözve várja a betérő vendégeket. Több éves hagyományra nyúlik vissza a komplexumban, hogy megrendezik a tél köszöntő sörfesztivált, amely idén kiegészült grillel. Továbbá az egyik román ünnephez is kapcsolódnak, majd a programok és a kínálatban is visszaköszönnek a szomszédos ország hagyományos ételei, amelyekről Berki József étteremvezető számolt be televíziónknak. Előételként készültünk tepertőkrémes pirítóssal, levesként, hogy kedvezzünk a román nemzeti ünnepen eljövő és ide látogató vendégeknek pacollevest fogunk készíteni. Készítünk magyar gulyáslevest is, próbálkoztunk színesíteni, hogy minden nemzet megtalálja a kellő ízvilágát. Magyar ételekből csontos sertéskaraj, steak lesz jóasszonyragúval és csülök péknémódra, és a román ételekből választottuk a mícset, választottunk egy tört passzúit és üldebrecenivel, és még egyéb finomságok is lesznek a kínálatban. Természetesen a desszert sem hiányozhat. Az édes kínálat mellett a sós is nagy figyelmet kap, így készítenek házi tepertős és burgonyás pogácsát is. A különleges felhozatalon túl a megszokott menüből is tudnak majd válogatni a 4 nap alatt a fürdőzők, csütörtöktől vasárnapig. A finom falatokat kézműves sörrel kísérhetik le az ínyencek. A Fóti sörfőzde fog kitelepülni, 3 helyen lesz elérhető a fürdőn belül, a főpénztár aulájában, az étteremnek a kávézójában és az étteremnek a bár részénél. Úgyhogy többfajta kézműves sörrel és hagyományos sörrel is készülnek a sörfőzdétől. Mi szerveztünk hozzá élőzenét, úgyhogy a főpénztár mögötti aulában az élménytér bejáratánál élőzene is várja a délutántól az ide látogató vendégeket. A hétvége hangulatát szerb, román és magyar népzene alapozza meg. Szó esett arról is, hogy már bejelentkezett csoportok vannak, akik a programra érkeznek. A Hagymatikumban a szilveszterre is tematikus programmal készülnek. A Filmcsillagok éjszakájára svédasztalos vacsorával, pezsgővel, élőzenével és meg annyi különlegességgel várják a szórakozni vágyókat. Érkezzenek legfontosabb híreink még egyszer röviden. A zöld energia jövő, de stratégiai ágazat marad a turizmus is. Hatalmas előrelépést jelentett a Honvéd projekt. 4 millió forintot nyert a József Attila Városi Könyvtár és Múzeum az NKA-tól. Kedves nézőink, ne feledjék el, ha lemaradtak a híradóról, anyagainkat megtekinthetik a VTV Makó YouTube csatornáján,
vagy látogassanak el Facebookos közösségi oldalunkra, illetve weboldalunkra www.makotv.hu-ra, ahol megtalálják és visszanézhetik híreinket. Kedves nézőink, ez volt a november 30-ai csütörtök esti híradó. Legközelebb holnap jelentkezünk ismét friss hírekkel, tartsanak velünk akkor is. Én már a búcsúzom önöktől, kellemes estét kívánok, viszontlátásra!